Hátborzongató programokat kínált október 31-én a Miskolci Állatkert. Halloween alkalmából volt kígyó és póksimogató, ám a rémizgetés helyett elsősorban az ízeltlábúak ökoszisztémában betöltött szerepét szerették volna hangsúlyozni a gondozók. Október utolsó napján az állatok kifutójába is különleges menü került. Mindegy olyan faj, amit azért az emberek fenntartásokkal kezelnek, meg tapasztalataim szerint, és akkor most szeretném egy kicsit őket közelebb hozni. Kérdezték a kaméleont, miért nem, mert mindenki szereti. Így a kaméleon a terráriumban maradt, helyette csótány, bengáli bocsáska és óriás ahácsiga várta, hogy a látogatók közelebbről ismerjék meg őket. Gergelyt semmi sem tántorította el. A hátára mászó bocsáska a legkevésbé sem volt számára ijesztő. Én úgy neveltem fel, hogy minden állatot szeretek. És akkor nem félsz a csótánytól se, az egértől se? Semmitől se. Nem veszedek ezekbe? Nem veszedek. Pedig csak egy kicsit csiki. Igen. Én mondjuk egy pillangó a kezedre száll. Míg mások a bocsáskánál húzták meg a határt. Az évezredek alatt berögzült félelemérzetet azonban a legtöbben képesek voltak leküzdeni. Nem voltak félelmetesek. Max a... Én félek a pókoktól, csak a... De a madárpóktól nem akadtam ki nagyon. A halloweeni programmal a Miskolci Állatkert hosszú évek óta a nem szeretem állatok iránti félelmet igyekszik eloszlatni. Ezek iránt, az állatok iránt van egyfajta ilyen kulturálisan berögzött ellenszenv az emberekben. Ezt igyekszünk leküzdeni, ezt igyekszünk mindenkiben fölülírni, hogy akár a kígyók, akár az ízeltlábúak és egyéb más állatok iránt ne ez az ellenszenv legyen az emberekben, hanem megismerjék, megszeressék ezeket az állatokat, és tudják azt, hogy nekik is fontos szerepük van az élővilágban. Halloween alkalmából hagyományos látványetetéseket is tartottak, ám az ünnephez igazodva a finom falatokat ezúttal egy tök belsejében rejtették el a gondozók, amit a gyűrűs parkú makik is élvezettel fogyasztottak el. Az eseményen mindenki próbára tette a bátorságát valamilyen formában. Volt olyan látogató, akinek ezen a napon a patásállatokkal szemben érzett félelmét sikerült leküzdenie.